Jó napot kívánok, Kárpáti Iván vagyok, köszöntök mindenkit, aki a YouTube-on néz majd minket, ez a műsor is ki fog később kerülni, nézzék meg a korábbi adásainkat is. A stúdióban Kvanta Tímea. Sziasztok! Roder Miklós. Jó napot kívánok, sziasztok! Ők ketten a Lokál Home színeiben, valamint Benedikt Károly, Dunahouse. Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat. És ahogy azt a rutinos hallgatóink tudhatják, akkor most jön az a műsor, amikor be lehet telefonálni, és mi hát úgy megbecsüljük az ingatlan értékét, hogy a fal adja a másikat. A fal, ez ingatlanos műsor, ez most jó volt, nem? Ez jó volt. Ez jó volt, köszönjük szépen. Hát remélem, hogy tovább nem zuhan a színvonal, mint ahogy én ezt az egészet megnyitottam. 24-07-953, 24-06-953, Kemény Danitól elnézést kérek, megőrül, hogyha így a, nem a megfelelő, vagy nem a kisebb számtól megyünk fölfelé. Még egyszer mondom, 24-06-953, 24-07-953, és 30-30-30-953, ide várjuk az SMS-eket, a Viber-t is lehet használni, és amíg megérkeznek az első telefonálók és üzenetek. Földobta nekem az Instagram valamelyik, nem tudom milyen, talán amerikai vagy európai gazdasági portálnak a kis összesítését, hogy Nyugat-Európában, a városokban hogy szabadultak el a bérleti díjak, amiatt, hogy a középosztály nem tud ingatlant vásárolni, mert hát olyan kamatok vannak ott is, ami nem túl barátságos. A legdurvább az Lisszabon, tehát ott egy ilyen meredek, mutatom a YouTube-on nézőket, így meredeken emelkedik föl. Gyakorlatilag ezt Magyarországon is mostanában átéljük, ugye? Egyértelműen érződik. 2020-ban volt utoljára zuhanás a bérleti díjaknál, akkor egy 20-30%-ot csökkentek, de ez már 2021-22-ben utolérte, és most már le is hagytuk azt a 2019-es árszínvonalat, és még folyamatosan emelkedik. Budapesten az átlagos bérleti díj most már 200.000 forint fölött van, hogyha az átlag a 240.000 forint környékén, és a vidéki nagyobb egyetemi városokban sem lehet sokkal olcsóbban lakást bérelni, és egyértelműen érződik az, hogy aki nem tud, vagy nem akar jelenleg lakást venni, ugye élni valahol kell, mondjuk az alapigazságot, muszáj bérelnie, és hát nagy verseny van, mert ott vannak a diákok, ott vannak a külföldi turisták, akik rövid távú lakáskiadás, még mindig ott vannak az ukránok, sajnos ebből a helyzetből adódóan, még maradtak, nem, van, aki már visszament. Ők mennének a legszívesebben haza. Igen. Igen, gondolom, hogy ők mennének a legszívesebben, van, aki már vásárolt lakást, de még továbbra sokan bérelnek, tehát, hogy nagy a verseny, és a kínálat meg nem nő. Sokkal több újépítésű lakás kéne ehhez, sokkal több... Ami pedig nincsen. Ami pedig hát nincsen. A Kói László, az Évosz elnöke már eszméletlen erővel kongatja a vészharangot, olyan visszaesések vannak vidéken, akár nem tudom, 30-40-50%-os visszaesések vannak újépítésű lakásoknál. Ti mit láttok a frontvonalban? Timire ritkában fogok most oda nézni, mert akkor kitakarok mindenféle kamát. Jó, Timit, amikor csak ennyit csinálok, akkor rád nézek. Rendben. Szóval, hogy a nyári mélypont, bár tudjuk, hogy neked nincs nyári mélypontot, te mindig eladsz lakást. Én mindig a csúcson vagyok. Te mindig a csúcson vagy, de amúgy egyébként mit látsz? Azt gondolom, hogy zuhannak az árak, ha nem is a hirdetési árakra gondolok feltétlen, de az eladási árak azok biztosan, de már egyre jobban kezdi bevenni a gyomruk az eladó tulajdonosoknak is. Kezdenek rájönni, hogy itt vagy itt engedni kell, vagy eleve úgy kell kitenni, hogy igen, hogy vagy kevesebb, különben nem lesz eladás. Igen, ez egy mérlekinta, ahogy látom. Tehát az árak, ahogy mennek le, az eladási árak, a bérleti árak úgy mennek föl. Olyan bérleti árakat szoktunk mondani a tulajdonosoknak, hogy ők se hiszik el, hogy annyira ki lehet adni. Úgyhogy inkább el se adjam. Igen, ez is előfordul, de azért azt gondolom, hogy eladni is érdemes, mert most jó áron lehet venni, és nem tudjuk, hogy hol a vége. Nem látom azt, hogy most nagyon tovább süllyednének az árak, mert hirtelen nyár végére a kereslet meglendült, azt nem mondom, hogy beindult, de azért egy kicsi lendületet érzünk, ez az árakon egyelőre nem változtat. Jó, na hát akkor csapjunk bele, mondom az első ingatlant, figyelem, 11.03, Farkas Alma utca, Kőbánya, tehát Farkas Alma, ez egy 4 emeletes panel, magas földszint, 72 négyzetméter, lift nincs, de hát magas földszintét ki lehet bírni, és hát közepesen felújított lakható, tehát adott esetben ez hozzá is lehet nyúlni, de mindig el szoktuk mondani, hogy ez a panelnál egy fokkal kevésbé borzalmas, mint egy 100 éves egykori bérházban. Nagy! Ez egy nagy lakás. Pontosan hány négyzetméter volt? 72 négyzetméter, az, hogy hány szobás, azt itt nem jelölték, de... Ez valószínűleg ilyen 3 szobás. Szerintem ez akár 3 vagy 2 plusz 2-es, ha panel.
Egyébként Panerben meg ritka, ugye, a nagyobb, azok kerendőek is tudnak lenni, és maga a környék is nagyon jó. Ez egy könnyen elérhető tömegközlekedéssel is. Egyre szebb ez a környék, tehát fejlesztik ott a parkos részeket. Úgyhogy a lakás is, meg a környék is. Karcsi, az adatbázis mit mond? Igen, és ennek ellenére akkor lehet, hogy nem fog olyan nagyon magas árat mondani. 72 négyzetméterre 44 millió forint, az 610-620 ezer forintos négyzetméter árat jelent, ami nem magas, vagy nem számít magasnak már panelnél. Ugye múltkor mondtam, hogy megnézem, hogy a panel lakásoknál volt 1 millió forint fölötti négyzetméter áron értékesített panel a harmadik kerületben. Tehát, hogy ez még paneloknál is idén, és ez, hogy idén volt. De az annyira adták el, vagy 27 négyzetméteres lakás 30 millió forintért ment el, tehát, hogy ez a valós tranzakciós ár, ez nem fog annyi, vagy hát többet fog elmenni, mert jóval nagyobb, de hogy én 44 millió forintot mondok elsőre. Én egyet tudok ezzel érteni, ja. Még hogyha erős is a kezdés ilyen alacsony négyzetméter áron, ahhoz képest, hogy megszoktuk a milliókat, de igen, tehát határozottan igen. Egyet értek én is. Jó, akkor 44 millió. Hát akkor egy hallgató a vonalban, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Figyelünk! Üdvözlöm Önöket, mondhatom a címet? Igen, igen. 1089. Igen. Horthy út, harmadik emelet, lift van, 70 négyzetméter, átjáró szoba és felültandó. Átjáró szoba? Hát, hogyha egyik szobán keresztül lehet csak bejutni a másikba. Tehát magyarul két szobás? Két szobás, igen. Jó. 72? 70 négyzetméter. Köszönöm, bocsánat. Tehát 1089, Orci út. Igen, mindig a lokációval kezdjük ugye egy lakás értékelését, meg azzal is fejezzük be. Most nem az Orci útra néz, hanem mellékutcára. Az nagyon jó. Az jó hír. Viszont egyelőre még az Orci út nem érte úttól a város fejlődését, tehát ott még mondhatom azt, hogy picit mérsékeltebbek az árak, talán picit nélkül, viszont ugye az, hogy két szobás a lakás, az egy jó adottság. 70 négyzetméterre még lehet, hogy alakítható is. Gondolom felújítandó a lakás. Felújítandó, igen. Hát köszönöm, nagyon nem lehet alakítani. Nem. Jó, fantázia kérdés általában, de értem, köszönöm az információt. És akkor megint nem mondok olyan nagy árakat, most lehet, hogy így kezdünk. 70 négyzetméter, 53 millió forintot mondok, amilyen 700 ezer forint négyzetméter fölötti ár. Lehet, hogy még a Mikire nézem, most még ez. Most már van YouTube és a Grimaszaim találás. Timi? Én 600 ezeret mondok. Ó, akkor ez ma 600 ezeres műsorunk. Igen, én is. Mondjuk itt talán 650 ezer forintot megpróbálom. És mindig hozzáteszik, hogy látni igen, kell. Látni kell, persze. De sajnos nem szorozzatok, mert amúgy meg van a lokációban van lehetőség, hogyha kicsit középtávot nézünk, vagy hosszút. Uh-huh. Hát én az ennél magasabbat mondok így kezdőárnak, amit a... Oda is mutasd a kamerának, ne. A zsűri. 8, nem, ez 45. Ez a 650 ezer forintos. Igen, tehát akkor 45,5 millió forint az egyik, Timi. Nem számoltam ki. De nagyjából ő is ezt mondja. Igen. Most ez a konszenzus itt az itt ülőknél. 42 és 45 millió forint között. Jó. Köszönöm. Minden jót kívánok. Akkor mondok egyet a Viberről. Onnan még nem volt. 10-13 Budapest, első kerület, Attila út. 4-es, 11 emel... akkor az a toronyház ott az alap. Akkor megvagyunk, hogy ez melyik. Az Attila út elején ez a... Hát ez nem is torony, de hát azért egy elég magas épület. 49 négyzetméteres, ugye ez egy ilyen csúsztatott zsalus, beton, mi ennek a hivatalos megnevezése. Jó lesz az. Ez az úgynevezett OTP ház, vagy lottóház, ami... A Tabán oszlopa. Ez jó. Hát ezek az... Tehát azt hittem már minden ingatlanos fordulatot hallottam, de nem. Most találtam ki. Na, hát jó, vagy gyorsan vérd le. 49 négyzetméter, két szoba, két lift van. Igen, hát... A hanyadik emeleten van ez a lakás? Ezt tudjuk? Itt 11. emelet. Fönt 11. emeleten van, és hát azt írja a hallgató, hogy eredeti állapotban van felújítandó, nem tudom, ezt a 60-as, 70-es években építették talán. Igen, én imádom az ilyeneket, mert megtaláljuk a retro burkolatokat. Uh-huh. Úgyhogy ebből kihozható hát, ezt, egy ezt jó... Ezt rendesen gatyábarázzák, azért ez baromi jó helyen van, jó a kilátás. Igen. Úgyhogy... És én nagyon kíváncsi vagyok az ingatlanos kollégák. Igen, most akkor most jó, visszadobom a labdát, mert Karcsit én lokáció alapján látok valamit. Jó, lokáció alapján nyilván mond egy durva, egy egész
3-2. Pont. 1,3. 1,3, igen, ezt jól érezte. Igen, az, hogy tényleg szép a kilátás, hogy erkélye van, hogy jó beosztású, ettől lehet ilyen magas, a lokációtól is, de nagy kérdés, hogy mennyire hallatszik fel az Attila út. Én itt még fönn nem voltam ebben az épületben, úgyhogy nem tudom, milyenek az hallgató egészen. Esetleg írja meg, mert itt a Viberen elég gyorsan be lehet írni, hogy mit lehet onnan látni és hallani. Ez nagyon jó, hogy bármerre hát nyilván a várat. Szép a kilátás. Sőt, gyakorlatilag minden. Tehát ott 180 fokba az ember kinéz, akkor ott nagyon jó. Timi? Én felújítandó, azt mondtátok, teljesen hogy eredeti, eredeti állapot. Tehát... Kimondom a négyzetméter árat, hogy így történjen. 900 ezer forintos négyzetméter árat mondok erre. Igen, mi általában az irodában is elemezzük a műsort, és most már tényleg nem mondunk 1 millió, de én az 1 milliót most megpróbálnám. Igen, lehet, hogy nem jön össze, de meg kell próbálni. Igen. Tehát akkor a 49 millió, és akkor a fejben 900 ezer 49, az annyi, hát mint 45 millió forint. És hát a adatbázis megmond egy hármat, de ez egészen biztos, hogy ennél a lakásnál ez egy nem picit játszik. Alacsonyabb kell, hogy legyen, én is ezt gondolom, hogy ezt érzem, de tény is, hogy első kerületben van a legkevesebb lakás, azért ne felejtsük el, a legkisebb kerületről van szó, abszolút jó lokáció. És nem biztos, hogy mindenki egy 1910-ben épült házban akar lakni az első kerületben, és akkor de, azt... De a tűzijáték csak korlátozottan látszik, ha látszik egyáltalán. A zaj nem nagy, ezt írja a hallgató, és hát azért a mai technológiával oda betesznek olyan nyilázárokat, igen, akkor szerintem azért... Sok nem tudod, mit még azt is. Tehát ott már az pont az a kellemes városzaja. Nem. A 900-at tudja. Jó. Hallgató a vonalban, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! 109. kerület, Tinódi utca 13, 5. emelet 3, 1095, 66 négyzetméter, erkély, ránéz a Gellért hegyre, előtte egy gyerekjátszótér, felújítandó. Tehát akkor 10.95, Tinódi, 66 négyzetméter, hanyadik emeletet tetszett mondani? 5. lift van. Lift van. Igen, és ez ugye megújuló város részben van, tehát itt mindenki befektetésnek jó területen vagyunk. Tinódi utca is kedvelt utca. Azt gondolom, hogy itt egy szép négyzetméter árat fogunk kapni, de a 9. kerület valamiért sose hozza az elvárásokat. Tehát itt is azért figyelnünk kell, hogy ne vigyen el a lelkesedés, akármilyen jó. Igen, de a 9. kerületnek nagyon sok város része van, vagy saját kerületen belül része, ami óriási különbségeket ad. Mi most néztük pont az atlétikai VB miatt a 9. kerületi árakat, és vannak különbségek, de azt gondolom, hogy ez tényleg jó lokáció, jó méret is, egy átlagos... Egy szoba hal, kis szoba, tehát ott a hal, amit mindig bosszantani szokott. Igen, egyébként az egy sajátos kialakítás, mert gyakorlatilag külön helyiségnek lehet mondani, de közben meg praktikusan nem az. Igen. És én itt mondok egy 900 ezer fontos négyzetméter árat tranzakciók alapján, az elmúlt időszak tranzakciója alapján, ami ugye ilyen 60 millió forintot jelent akkor egy 66 négyzetméteres lakásnál, de érzem, hogy itt kisebb számok is lesznek ennél. Nem, azért mondta, azért próbáltam így, igen, látszott a kamerában, hogy igen, tehát hogy itt is ez van, tehát hogy itt sem tudom mondani a magasabbat egyáltalán, tehát a 900-zal egyet tudok érteni, vagy még a 850-900, tehát Én Miklós, kérlek, mondom, hogy lássam a telefonodat. 50 millió forint körül, de olyan 800 ezer forint körül lehet a vége, hogyha felújítandó a lakás. Ja. Tehát akkor 55 millióban maradtunk? Amit ön is mondott, hogy önt ugye bosszantja a beosztás, és valószínűleg ez a vevőknek is egy megoldandó feladat. Jó, akkor köszönöm szépen, hogy telefonált. Kezi csókolom. Mondom a következőt, 1026 Bimbó út, 160, hát akkor ez már ott valahol fölfelé, már mélyen bent a Rózsadomba. Ba, nem, ba, rajta. Első emelet, udvarra néző, Szabadsághegy felé, déli fekvésű, üvegezett terasszal, 40 négyzetméter, hát itt azért sejtem, hogy 1 millió forint alatt nehezen talán elérjük. Talán elérjük, hogy
A Szabadsághegy felé néz, de vajon látszik a Szabadsághegy, ugye? Vagy udvari? Hát udvara néző, szerintem ott egyébként, hát akkor meg praktikusan egy zöld. Nem, valószínűleg arra nézhet, gondolom, hogy azért mondta a leírás, mert hogy oda néz. Kérem a hallgatót, hogy itt a... Azt mondom, hogy Tinderem. Ez mi? Hát ezek van, az elszólás. Húzza jobbra, de ott kell, én már nem vagyok a Tinder generáció, nem tudom, hogy jobbra vagy balra kell húzni, hogyha oké. Okay. Valamerre húzni kell. Ezért jutott eszedbe. Kész, ennyi. Hát lassan nekünk már el kell jobbra, húzni. De balra, igen. Szóval hova lát? Igen, már igen, írja. Itt biztos, hogy magas árat fogunk hallani. Igen, én akkor... Látszik a Szabadsághegy, azt mindig ugyanolyan árakat látok mostanában, lehet az adatnál is van baj, de itt is 1.300.000-at látok az értékesítési adatok alapján. 40 négyzetméter, ez 52, majdnem 53 millió forint. Én egyébként még a 1,5 milliót is megkockáztatom, ha jó állapotban van, vagy jó beosztás. Hát e-mail nem fogja ezt megkockáztatni, ahogy ismerem őt. Nem, a tapasztalatom az, hogy egyáltalán nem. Tehát nem tudunk, most nem. Tehát de az egyet azért tartod. Az egyet azt jó indulattal tartom. Jó indulattal? Igen, az én ismerem azért a környéket természetesen, csak azt is látom, hogy mi van a piacon, hogy mennyire be vannak rekedve ezek az eladások, mert hogy nincs rá pénz, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy kimondtam. Nincs hát a finanszírozás bonyolult, igen, hát drágák a hitelek, cash nem mindenkinél van. De a bimbo út az bimbo út. De a bimbo út az bimbo út, a rózsadomb az rózsadomb. Lehet a bimbo út. 40 négyzetméter az jó lakás, jó na, lakás. Na akkor most mondjunk egy tóliget. Én tartom a 1,5 milliót azért, mert ez tényleg abban a lokációban van, amit megfizetnek. Tehát itt nem azok fognak vásárolni, akiknek a havi törlesztő is át kell gondolni, hanem azok, akik passzióból mondjuk vesznek egy lakást. Én tartom középen az 1.300.000-at akkor. Okay. Jó, én egy kicsit el tudok mozdulni, de minimálisan. Egy-kettő nagy jó indulattal, de tényleg az már... Fú, tehát akkor azt nagyon meg kell próbálni. Tehát nagyon... magyarul akkor most 40 millió és... És 60 millió. És 60 millió között. Annyira le kéne ülnünk egy komoly értékbecsésre. De az kifogott rajtunk ez a bimbút. Jó, akkor nem foglak tovább. Kislakás nagy különbségekkel. Kislakás nagy különbségekkel. Nem nyomasztalak tovább benneteket. Akkor ez egy ilyen leülős, megnézős, konzilium összehívós lakásról beszélgetünk. Akkor egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok! Jó napot, sziasztok! Ma hallottam, hogy Viberről is beolvastatok. Igen. Voltam olyan hülye, hogy kb. Egy hónapja egy konzert műsort hallgattam, és akkor megkérdeztem tőle a Viberen. De akkor itt a nagy lehetőség. Igen, úgyhogy most akkor szeretném megkérdezni élőben is. 11:35, Fáj utca, földszinti 38 négyzetméteres lakás, egy szobás, 20 négyzetméter terasz, plusz garázs, 17-ben épült a ház. Uh-huh. Hát akkor ez még praktikusan új építésű. Belső udvarra néz, úgyhogy tök csönd van. És 20 négyzetméter a terasz, jól értettem. Igen, igen, 38 négyzetméter a lakás, 20 négyzetméter a terasz. Majdnem akkor a terasz. Gondolom, hogy akkor jó világos minden. És friss az épület, 17-es. Ugye a Fáj utcában ezek az új építések nagyon mennek. Én azt gondolom, hogy itt nem lesz gond az értékesítéssel, most megint na, akkor témával kezdünk most. Igen. Jó. Amíg Karcsi a adatbázisaiban mélyül. Nagyon jónak gondolom a környéket, tényleg jó a mérete, az a kis kert, ami nem is olyan kicsi. Nagyon jó, tehát 1.200.000 fontos négyzetméter árat mondok itt. Igen. De most Miklós ingatja a fejét erősen. Most még én is kisebbet látok. Hoppá. A transzal, de azért igen. Nem valószínűleg a 13. kerület, tehát én egy teljes kerületet nézek ilyenkor, ott azért nem mindegyik ilyen jó adottsága, hogy új építésű. Én 1 millió forintot látok, 1 millió forint fölött egy picivel, de itt én garázsra nem számoltam egyáltalán, amúgy szerintem az külön kell ilyen esetben, vagy külön igen, kell árazni. Garázsra külön... volt szó egyáltalán? Volt, én úgy hallottam. Hogy van. Ja. Van. Hú, tehát belevettem, csak hogy mentsem magam. Na jó, úgy igen. Kis jó, mert akkor a Timi 45 milliós, sat mondott, 45-6. Én 38, de külön a garázs. Külön a garázs, 38. 45 millió 600 ezer, bocsánat. Az 1 millió 2-es szorzóval volt. De 38 vagy 48? 38. 38. Tévedés, mert a 20 négyzetméteres terasz felét hozzá kell vennünk. És ha így számolunk, igen. Akkor én azt gondolom, hogy 1 millió 200 ezer forintot lehet kérni. Akkor az 57. Érte, és az 57 millió forint.
Én lehet, hogy tehát én 59,9-el indulnék el a piacon, mert a 20 négyzetméter, az új építőség, a garázs, a belső parkra nézet, a lokáció, ezekkel talán össze lehet adni. De vannak kétségben. Igen, de azért nagy a verseny a 13. kerületben az új építés miatt, mert ott vannak még most is futó projektek, ahol hasonló adottságokkal, de amúgy hasonló áron, és ott biztos, hogy 1,4-1,5 a teljesen új építésnek a négyzetméter ára, és ott kegyetlenül beleszámolják a terasznak, vagy a kertnek a felét. Tehát, hogy elképzelhető, hogy ilyen szempontból igaza van a Miklósnak. Szerintem elképzelhetetlen, hogy nem. Ez egy nagyon jó mondat volt. Jó. De ez jó. Könnyen értékesíthető, én is azt gondolom, hogy viszonylag gyorsan még ezen piaci körülmények között is. Jó, tehát akkor a Miki szellemében 59.999.999. Ez talán egy kicsit sok. Forint érte. Okay. Köszönöm szépen. Szépen. Viszont hallásra. Na még a hírek előtt talán befér egy hallgató. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! 10-15, Toldi Ferenc utca 55. Hmm. Hát ez már volt, ez, nem? Nem, ne, tíz, bocsánat, ne, 10-15, nem, bocsánat. Nem, mondom. Az Tilódi utca volt. Az Tilódi volt, igen. Na, Toldi 55, igen. Igen, tartozik egy elég nagy telek, ahol a Toldi a Batyány utcával csatlakozik, ott a hattyúház mögött. Igen, igen, ott ketté válik egy ilyen szintkülönbséggel, és ott a sarkon van egy nagyon szép felújított épület. 67 négyzetméter, 2,5 szobás, 10 éve frissen felújított, a nyilászárok fára lettek kicserélve, tehát nem műanyagra. A 10 éve lett teljesen felújítva, csövek, radiátor, minden, ami belefért. Van a háznak egy nagy üzlethelyisége, ami bérben van adva, és osztatlan közös tulajdon a ház, az ex-házmester lakás, ami most lett felújítva, tehát ezek mind bevételek, kiváló állapotú a társasház. Ez nem túl magas, ugye, ha jól sejtem? Hány? Ez két emelet? 67. Ja, első emelet. Első emelet. Utcáról első emelet, a Toldiból, de van mélyföldszint is, hát ez az első szint. Igen, igen, igen. Hát én erre egy látatlanban 1-3. Nem, 1,2 millió. 1,2 millió, igen. Látok, de amúgy igen, ez az 1,2 millió kategória szintén jó elhelyezkedéssel, jó adottságokkal, és azért fontos volt a társasháznak is, hogy tényleg van bevétele, ezért gondolom egy rendezett jó társasháznak számít ebből a szempontból, ez növeli az értékét. És egy nagyon nagy telek tartozik a házhoz, ami pont a hattyúház. Igen. Az a nagy háromszög, nem tudom, hogy valaki az urakölt közül járta arra. Én onnan 200 méterre laktam, ott rengeteg házat leromboltak a második világháborúban, ugye a hattyúház helyén is sok ház volt, és ott ugye vannak újabbak is, nagyon kevés régi maradt meg igazából, mert az ostrom ezt a részt érintette majdnem, hogy a legjobban, de hát ez egy iszonyú jó környék. És akkor 6 négyzetméteres lódzsa van azon a fronton mindenkinek. Szerintem is. 80 milliót rámondunk? Hát 1.300.000 fontos négyzetméter állat. 85. Mondanék, ugye 10 éve teljesen felújított, azért ezt egy picit boncolgatnám, de hogyha ez valóban így van, meg fanyillázárokat kapott, és tényleg vezetéket minden. Tehát, hogy akkor ezt tudnia kell. 85, Miklós. Én meg sem merek szólalni. Meg, először azt mondtam, hogy 1 millió forint a mai világban. Aha. Viszont azért a kollégáim érvei is győzködik, hogy változtassak ezen. Úgyhogy mondjuk 1.200.000 forintra gondolom most, és tényleg meg kell próbálni. Az a baj, hogy ez Budának az a forgalmas része. Az ott nem forgalmas. Bocsánat, igaz. Közel igaz, van a forgalmas, igaz, az igaz, a jó benne, hogy egyáltalán forgalmas, mondom, és 3 percen vagy. Utca maga nem forgalmas, a környék. És ettől a presztízs érték egy picit talán alacsonyabb, bár az is igaz, hogy azért ugye a várlábánál elejeszkedve az jó, lehet akár az magasabb is. De én valami Fiat az János utca, az ilyen macskaköves, azon igen, azért akkora igen. Forgalom jó nincsen. Jó éttermek. Igen. Jó helyez. Hát az jóval bejebb esik a Fiatnál, mert ott le lehet menni, és ez pont az a háromszög, hogy azért nem hosszában van épült ez a ház, mert ott már a két utca találkozása már csak keresztül. Jó, na akkor szerintem 85. Gondozzuk. Jó, akkor mi a 85 ez most, ami úgy nagyjából a konszenzus. Egyébként én is 80-at mondok, tehát ugye 80 és 85 között. Jó, köszönjük szépen, hogy telefonált. Folytatjuk a műsort, SMS-t rég mondtam, úgyhogy 11-12, Mikes-Kelemen utca,
Metrodom lakópark, őrmező, első emelet, a Mikeskelemen utcára néző, 66 négyzetméter, 3 szoba, 2 fürdő, 11 négyzetméter erkély, és 21-ben adták át. Tehát 11-12, 66 négyzetméter, 11 négyzetméter erkély, gyakorlatilag egy újépítésű lakásról beszélünk, első emeleti, ha azt nem mondtam volna. Ugye őrmezőn vagyunk, és ez a környék talán újépítésűben ugye a legdrágábbak közé esik, úgyhogy szerintem magas árat kapunk. Egyébként ideális a lakás is az újépítésűek szerint, mert egy fiatal párnak, akár egy gyerekkel ez egy nagyon jó ingatlan. Mikor adták át? Mikor építésű ez a... 21-es. 21-es, igen. Hát az még újépítésnek számít, mert ugye jogilag nem, mert laknak benne. És amúgy ennek ellenére nem is kaptam olyan nagy árat, vagy magas árat. Én 1 millió forint fölött látom egy picivel, 69-70 millió forint környékén a 66 négyzetméteres lakást. Lehet, hogy ennél még egy picit többet is tud, de tény és való, hogy a 13. mellett a 11. kerületben van a legtöbb újépítésű ingatlan, ami jelenleg is épül. Én magasabbat is mondanék. Szerintem az ilyen 1 millió 3 is tudnia kellene. Tehát, hogy... Hát az akkor már mennyi az ilyen 78 millió forint, sőt? Hát igen. Igen, 78 millió forint körül van. Egyébként lehet. Igen, most úgy átgondoltam, hogy el tudom képzelni. Most, hogy így. Igen, most, hogy így mondod. Nagyon jó. Hát, ezért vagyok itt. Kérdezzetek bátran. 1 millió 300 ezeret mondtál, ugye? Nem, az magas, úgy látom. Igen. Ha 66 négyzetméter, az 85-re, igen, az sok. Egy kicsit nekem soknak tűnik. Én egy 75 millió forintot mondok így rá. Hát 1 millió 100 ezeret mondtam, az 72-75, én is inkább akkor. Nem tartom, hogy akkor 80. Uh-huh. 80. Igen. Jó, hát itt nagyobb volt a szórás. Következő 10-52 Herceg Prímás utca, az Erzsébet térre néz. Bocsánat, akármennyi. Akármennyi, igen, ezt akartam mondani, hogy ezen a lokációval, amennyit nem szégyel. 6. emelet, házközponti, 3 szoba, 2 szoba az Erzsébet térre, az udvari, a Bazilika tornyára néz, teljesen felújított 77 négyzetméter. Ez itt szokott lenni a nagy szórás, mert akkor hogy ilyen egyedi belső építészeti, ez már a luxus, tehát itt már láttam én már, nem tudom, 2 és 4 millió forint között szinte bármit. És hagyj mondjak, akkor mindjárt nézem az árat. Hát nézzünk, de akkor hogy, nézzünk egy, hogy úgy általában ezen csak a környéken. Idén az 5. kerületben mi adtunk el 3 millió forintos négyzetméter áron használt lakást. Tehát ugye ez jelenleg egy piaci körülmények között. Ezért lehet, hogy most itt erre nem is... Igen, én most 77 négyzetméterre 108 millió forintot látok, de ezt nem lehet adatbázisból árazni. Igen, a Herceg Prímás utca az egyszerűen beárazhatatlan, mondhatjuk így is. Szűk persze a kínálat. Beárazható minden. Igen, egyrészt mert szűk a kínálat. Másrészt voltam ott lakásban nemrég, ahol azt hitte a tulajdonos, hogy nagyon magas is lehet az ár. Amit én mondtam, végülis nem működtünk együtt, de még megvan a lakás és piacon van. És nem tudom. Nem ez az. 160 millió forint, vagy mit? Ha ez az a lakás, amire gondolok, láttam egy lakás bemutató videót nemrég, ha ez az, akkor én egyébként 190 millió forintot írtam be, mert kíváncsi voltam, hogy mit dob ki a számológép. Majdnem 2,5 millió forint jött ki négyzetméter ára, és mondhatjuk, hogy azért ez nem olyan durva. Nem kiugró. Nem, tehát, hogy igen, egy magas emeleti panorám, vagy a bazilikára néző felújító, jó állapotú lakás, igen. 77 négyzetméter, az lehet, hogy elbírja. Hát szóval ez a mi tímeasság, gondolom, hogy... Hát igen. Tehát nyilván van ez a kategória, mert nem földi halandóknak való. Itt nem nézzük a finanszírozási problémákat, ami van. Tehát, hogyha olyan minőségben van felújítva, nyilván a bazilikára nézhet ezt a 2,5 milliót, akkor tudhatja, de látni kellene. Jó. Kérdezem, hogy van-e hallgató a vonalban? Nincs, akkor addig mondom az SMS-t. 11.43, Tábornok utca van, 59 négyzetméter, kis erkély az utcafonton, téglaépítésű, ez egy 1945-ben épült ház, közepes állapotú társasház, 12 lakásos, első emelet, nincs lift, felújított, 1+2 fél szoba. Tehát 52. Még egyszer mondom, 59 négyzetméter, 11.43 Tábornok utca, ez egy ilyen csillapított forgalmi övezet, mint írja a hallgató, fekvőrendőrök vigyáznak a környékre,
ingyenes parkolás, zárójel még, ugye, hát ezek így egyre kijebb mennek ezek a ezek igen, a részek. De mint az ott lakóknak ez mindegy, mert úgyis olcsóbb, ugye, tehát egy évre pár ezer forintról beszélünk. Sőt, ha fizetős, azzal még jobban is járnak, mert akkor kevesebben fognak ott parkolni. Pontosan, igen, igen. Nem véletlenül mennek ki ezek az övezetek egyre kijebb és kijebb. Jó, maga, tehát az elhelyezkedése nagyon jó, én a lokáció szót csak a cégünk miatt szoktam ismételkedni, de bújtatott reklám. Tehát, hogy Karcsi, még itt vagyunk a Dunához. A Dunához közel, igen. Jó, egyet. Házakban lakunk. Szóval. Jó. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt ez egy kellendő lakás lesz. A beosztás is nagyon jó. Timi? Én is úgy gondolom, hogy tényleg jó helyen van, jó a négyzetmétere, viszont nem akarok érte adni 1 millió forintos négyzetméter nem is, adatbázis alapján se kell adni. Persze ez megint nehéz terület szerint, de én egy 850 ezeres négyzetméter árat látok adatbázis alapján, ami így is 59 négyzetméterre 50 millió forint fölötti árat jelöl. Igen, én ezt a 900 ezer forintot mondtam volna, nyilván a függ attól, hogy milyen a minősége, de ez a 900 nálam is, ami maximum. Én a 850-hez húzok inkább, de el tudom, tehát én is a 900 ezer forinton indulnék el. Rengeteg az SMS, úgyhogy akkor még válogatok onnan. Ipoly utcát nem mondtam, vagy mondtam? Nem mondtam. 1133 Ipoly utca, 7-es szám, első emelet, lift nincs, 70 négyzetméter, tehát 70 négyzetméter, két és fél szoba, észak-hal, észak-dél utcaja és kert, cirkofűtés felújítandó, tehát 1133 Ipoly 7, 70 négyzetméter felújítandó. Hát ez még itt se rossz. Azt hiszem, igen, ez a négyzetméter hiányzott nekem. 70 négyzetméter. Abszolút jó. Ugye a újépítésű házak mellett vagyunk, nagyon jó környéken, bevásárlási lehetőségekkel ellátva. Mondjuk, hogy Újlipótváros, vagy Újlipótváros széle, vagy pont hát mellette. Igen, ez a nehéz. Amikor ki hol lakik, a szerint határozza meg az Újlipótvárost. Igen, ahol én lakom, ott van az Újlipótváros. Ha már a Kárpát utca végén is járunk. A legrugalmasabb városrész. És hogy nem mindig 1 milliót mondjunk, én csak 971 ezeret mondom most. Ó, és 71! És így 68 millió forintot. Igen. Szerintem ezt a környék tudja ezt az árat még most is. Persze sok függ a lakáson, de ez tényleg jó elhelyezkedéssel. Most ilyen szempontból mindegy is, hogy Lipót, Újlipót vagy nem. Én egy kicsit alacsonyabbat mondanék ezt a 900-at, azt is egy picit jó indulattal, mert ugye a 70 négyzetméter nagyon jó, csak már az egy picit nagyobb, tehát ott már a négyzetméter áll is egy kicsit kevesebb. Tehát... És első emeleti, ugye, ha jól emlékszem. Vissza kell pörgetnem, de nézem, lift nincs, két szoba. Jaj, hogy mindig elugrál ez itt nekem. Első emelet, igen. Igen, és hogy nincs lift, úgyhogy én is akkor inkább a 900 ezer felé húzok. Akkor most jöjjön egy Viber, azt mondja, hogy 1146, Hermina út két emeletes, 16 lakásos társasház, első emelet, 33 négyzetméter, nagy szoba, konyha, fürdőszoba, külön WC, előszoba, központi fűtés, ligettel szemben, kertre néző. Na, ez egy szuper jó környék, 1146, Hermina és 33 négyzetméter lakás, úgy a lokáció, mint a lakás mérete. 1,5 millió forint. 1,5 millió, millió, kvadrillió. Igen, mert nagyon ritka itt a lakás, a Városliget környékén, hát még a Garzon, és ahogy ugye kis lakást veszünk, úgy egyre nagyobb négyzetméter árat kapunk. Ezért verseny fog zajlani a piacon, hogyha a piacra kerül. 33 négyzetméteres volt. Egy pillanat, nézem, közben nekem volt egy... Timi? Lefogyás. Én egy milliót mondanék, nem többet, mert nem. Tehát a maximum 35 millió forint, ugye az 1 millió 60 ezer forintos négyzetméter ár, de az marketingből megpróbálható, de a milliós négyzetméter ár az viszont ide. És az adatbázis majdnem pontos 1 millió forintot mond az elmúlt időszak értékesítési árai alapján, tehát 33 millió forint. Én magasabbra mennék 39 millió forintra, és úgy 1 millió 170 ezer forint jön ki. Egy hallgató a vonalban, jó napot kívánok! Jó napot kívánok!
Tájékozódásképp szeretném kérdezni önöktől, nagyon szeretem a műsorukat. Köszönöm. Én a Batthyány utcában vagyok, a Hattyúház fölötti sarok. Igen. És pont hallottam, hogy a környéken már beszéltek. Igen. A környékről. A kérdésem az, a harmadik emellett nagyon világos 104 négyzetméter nagypolgári lakás, 3 egybenyitott szobával, 2 WC az egyik fürdővel, félig felújítandó liftes, és van egy beázásunk a teljes erkély miatt, de az elvileg a háznak a reszortja. Ez ott az NMHH-tól merre van? Ez a Hattyúház fölötti sarok, Fiat Batthyány. Aha. Hát, ez továbbra is. És mi a kérdés? Az ára, vagy mert mondta, hogy tájékozódás jellege? Én reméltem, hogy valami olyan kérdés fog elhangzani, hogy felújítsam, vagy nem, mielőtt eladom. Ne! Kicsit kimozduljunk ebből. Foglalj meg ezt, hogy érdemes megcsináltatni. Tehát 104 négyzetméterre, az összes többi dolgot egyébként ismerjük a környéken. Ez túl nagy ahhoz, hogy meglegyen az 1 millió? Nem, megvan az 1 millió ezen a környéken, szerintem még ekkora méretnél is. Picit 1 millió fölött. Én láttam már 850 ezerért hirdetve felújítandó ekkora méretű lakást. Igen, de ez nem felújítandó, hogyha jól hallottam, hogy felújítandó? Igen, de hát úgy felújítandó, hogy hozzá lehet nyúlni, és ami kár keletkezett hóból, esőből a lakásban, az... Igen, ezeket mindenképpen érdemes megcsináltatni, mert ez nagyban befolyásolja. Azért kérdem, hogyha ez nem lenne, úgy él a kérdésem. A 100 millió forint környékét azért így is tud, így ez is, minden körülmények is között, egy ostromot leszámítva, ezt mindenképp tudja. És lift van-e a házban? Lift van-e. Van, persze. Jó, és működik, és ez is működik, és van olyan ház, ahol van, csak nem működik, vagy fizetni kell érte. Ilyet nem, is láttam. Nem, minden oké. Okay. Minden oké, okay, jó. Itt az állapot azért is nagy kérdés, mert hogyha mondjuk ez egy közepes állapotú lakás, és vezetéket kell cserélni, fűtésrendszert kell cserélni, akkor mondjuk 300 000 forint a különbség négyzetméterenként. És 100 négyzetméternél, vagy 104 négyzetméternél ugye több mint 30 millió forintos különbségről beszélünk. Tehát ezért nem mindegy, hogy mennyire felújítandó, vagy mikor volt utoljára felújítva. Fűtése milyen például? A gázfűtésünk van. Gázkonvektoros vagy cirkó? Egy konvektoros. Hát az már a manapság az a felújítandó, az erősen felújítandóba tartozik. Hát okay. Ma már úgy az ilyen jellegű lakásokat ott a környéken olyan szintig szokták, hogy nem hogy szerkezetik lecsupaszítják, de még az alá. Tehát, hogy ilyen padlófűtést csinálnak ki, tehát hogy ezeket, és azután az egy nem 10 millió forintos történet. Uh-huh. De ettől függetlenül ez egy drága lakás. De, tehát akkor 100 milliót azt bemondjuk? Igen, egyébként igen. Egyébként igen. Igen, mondjuk be, én azt gondolom. Jó, rendben van, beadom a derekamat, de nagyon nagy, tehát hozzáteszem. Én inkább azt mondanám, hogy a 90 körül árulnám. Uh-huh. Pont azért, mert túl nagy, kell rá költeni bőven. Oké, hogy valaki ketté szedi, háromba szedi, jó pénzt lehet rajta keresni, de az rengeteg befektetés, uh-huh. Tehát hogy meg igen, lehet próbálni. Egyetértek. Meg kell szondázni a piacot. Ezt működik, nem lehet szét választani. Nem lehet. Jó, akkor inkább akkor 100 alatt, nem? Tehát akkor már megegyezhetünk, hogy 100 alatt. Hát nyilván meg kell próbálni magasabbról indítani, aztán a piac nagyon gyorsan meg fogja mondani, mert hogyha fél év alatt nem megy el, akkor lefelé kell vinni az árat. Ó, 2-3 hét alatt válaszol a piac, persze. Jó, van, nagyon szépen köszönöm szépen, hogy telefonál. Még van 12 percünk, úgyhogy telefonáljanak, egy újabb hallgató a vonalban. Jó napot kívánok! Ó, halljuk vissza magunkat, úgyhogy ha hangosan hallgat minket bármilyen készüléken. Halló, jó napot kívánok! Kezdj csokorom! Érdeklődni is. Akkor lehalkítom, bocsánat. Jó, az nagyon jó, és akkor nem. Lehalkítottam. Oké, okay, figyelj. 1136 kérésem lenne, 1136. Raúl Wallenberg utca. 36 négyzetméter, második emelet utcai, és teljesen felújított, egy szoba, fürdő, konyha, spejz, ezt tudom. Hát, erre nem tudnak rosszat mondani, szerintem. Igen. Hova esik a Raúlba? A középső épület. Középső épület. Mert ugye három van. Igen. Azért kérdezem, pár évig dolgoztam a területen. Három ház van. Jó, ugye ez egy garzonlakás, ha jól lett, tehát egy szobás, igaz? Hát 36 négyzet, igen, egy szoba. Egy szoba, igen. Egy lakószobája van. Nem fogunk tudni tényleg rossz árat mondani, mert ezekért verseny zajlik a piacon. Igen. Tehát itt jó magasan is lehet indítani. Tibi? Bocsásson meg, légkondi van, új ablak, biztonsági ajtó. Timi? 1 millió 2. 1 millió 2. És
se több, se kevesebb. Igen, és akkor adatbázis alapján most én mondok egy picit kevesebbet, 1 millió 1, tehát nem olyan sokkal kevesebbet, de azért el tudom képzelni, hogy ez bőven tud 1 millió 2-t is. Akkor 43, ez 44, 45 millió. Igen, de hogy 41, még a 1 millió 1-el is. Tehát, igen, tehát akkor inkább 1 millió 3, 1 millió 350. Tehát megközelíthetjük szerintem az 50 millió forintot most. 50 millió. Talán igen, igen. Én megpróbálnám, mert tényleg nehéz ezt így megmondani. Köszönöm, hogy telefonált. Köszönöm a kedvességüket, viszont hallásra. Kezi csókolom. Ó, hát jött egy Bencúr utca. Már megint, hol is van az? Mindig elfelejtem. Hát ez az. 1068, Bencúr 12, harmadik emelet, 61 négyzetméter, másfél szoba, felújítandó, de szép állapotú lakás, gázkonvektor fűtése, lift nincs. Hát igen, igen, csodás, közös kert, kerékpártároló. Jó, közösség. Hát ez inkább már a fásabb, sötétebb részére esik a Bencúrnak, talán a 12. Igen, maga a Bencúr egyébként végig egy ilyen fák. Hogy eljutunk mi hozzánk, itt ugye egy kicsit már ugye nyílik, igen, ugye itt már villák vannak szemben. Igen, ez a Kodálykörönthöz van közel. Igen, tehát az egy kicsit az sötétebb, de hát ez végig nagyon jó ez az utca. Igen, tehát elhelyezkedésében... Osztrák követség, igen, akkor köszönjük szépen, azt írja a hallgató, ez, akkor ott azt tudom, hogy... Ugye ez a diplomata negyed dobogó szíve. A szívcsakrája. A szívcsakrája, csak igen. Követségeket lehet mondani ilyen tájékozódási pontnak. És dobálózhatunk az ilyen világörökségeken. Na, akkor azt mondjátok meg nekem, hogy ez így felújítandó állapotban is tudja az 1 millió forintot. 61 négyzetméter. 61 négyzetméter, tehát még nagyobb is. A harmadik emelet lift nélkül is. Timi nem tudja? Nem tudja? Nem. Ilyen fel vagyok itt teljesen így spanolva, hogy nem tudja. Már visszafogjuk az érzéseinket. És amúgy adatbázis alapján se tudja. 940 ezer forintos négyzetméter ár jött ki adatbázis alapján. Én egyébként 900-at mondtam volna, azt hiszem, szintén én is úgy gondoltam, hogy Timi, hogy nem tudja az 1 milliót, akkor 54 millió forint körül vagy. 57 az adatbázis alapján. Én az 54, hát 52-54 körül gondolom, tehát ilyen 900 ezer nagyságrendileg. De érdemes megvenni, és érdemes ezen a környéken lakni. Én Pestet ugye kevésbé, de most már Bencúr utcán pár éve nagyon jól ismerem, és hát ennek tényleg nincs olyan része. Sőt, még 20 évvel ezelőtt a legeslegelején még dolgoztam is egy épületnek a főcímén, amikor sötét volt, de legalább nincs nagy meleg. De érdekes ez a Pest-Budai ellentéte, amikor a kihol lakik. Van egy barátom, azt szoktam mondani, hogy az a jó Budában, hogy közel van a fővároshoz. Ő pesti. Hát igen, nekem már gyakorlatilag honvágyam van a Margit híd közepén, ahogy szokták. 24 06 953 24 07 953, és van még pár percünk, úgyhogy akkor egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok! Szép jó napot kívánok! A következőre lennék kíváncsi a négyzetméter ára. 1061 a Paulai Ede utcában, 100 négyzetméteres lakás, harmadik emelet, lift van, felújított házban, felújított lakás, gépészettel, három szoba, külön bejárattal, konyha, fürdőszoba, cirkofűtés. Szuper. És a cirkofűtés, ez már zárt égésű? Nem zárt égésű. Nem zárt égésű. Tehát, hogy van-e őrláng, ugye, a lakásban ez a... Igen. Van őrláng. A régebbi fajta. A régebbi fajta, de itt, ha jól értem, csak a boilert kell cserélni, meg ugye a bélést, de nem kell a teljes fűtésrendszer. De meg van hozzá csinálva a vezeték, már hogyha kicseréljük a cirkórészt, akkor megvan hozzá a vezeték. Hát szóval magyarul nem kell szétverni a lakást ahhoz, hogy korszerűsítsen. Nem kell. Így van, benne van már a vezeték a falba. Jó. A felújításkor belettébe. Karcsi, mit mond a és adatbázis? Kicsit közelebb jöttünk a belvároshoz, jóval közelebb jöttünk. Itt már az adatbázis azt látja, hogy 1 millió forint fölött egy picivel, de nagy lakás, tehát hogy a 100 négyzetméter azért elbizonytalanít ilyen szempontból, de ha csak statisztikát nézünk, akkor én 104 millió forintot látok, tehát 1 millió forint fölött egy picivel a négyzetméter ár. De igen. De! Persze, hát a Paulai Ede az a kedvencem, imádom. Na de hát ez most nem ilyen. De. Az utca. Nem szabad, hogy befolyásolják az árazást. Hát igen, de mégis. De, hát szóval annyira jó, és ezt a vevő is érzi, hogy oda megy, és teljesen nagyon jó érzés ott lenni, közel
tele van, minden tehát, ott az Andrássy. Mi vagyunk a harmadik emelet, és fölöttünk be lett építve a tetőtér. Ezelőtt egy évvel. Hát akkor gondolom, hát a ház csoda. Is föl lett újítva, ugye? A ház is fel, igen. Teljesen újított, teljesen új lifttel. Igen, a liftet mindig cserélik ilyenkor általában. Ezért is mondta Tim, hogy itt jó érzése van a bevőnek, mert ugye a maga fejlesztő is ide épít lakást a tetőtérbe. Különleges helyen vagyunk, ez a legkelendőbb a külföldi befektetők körébe, ez a környék, a Paulai Ede utca is, úgyhogy én is tudom, hogy az adatbázis hogy merít, és abszolút igaza van az adatbázisnak, de itt ez a speciális eset. Én 1.200.000-1.300.000 forintot simán el tudok képzelni. A mérete miatt inkább az 1.200.000-t mondanám én, akármennyire is elfogult vagyok. Minden szoba külön bejáratú. Igen. Na, akkor 1.200.000 forintos négyzetméter árat tudunk mondani, ez most itt a konszenzus. Nagyon köszönöm a kedvességüket, és jó hírt mondta. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Kapcsoljunk még egy hallgatót, van 4 percünk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Jó napot! 12-23 Budapest, Gyula Vezér utca 50, 37 négyzetméteres lakás, 4,5 négyzetméteres erkéllyel, 7 emeletes épületbe, 11-be van átadva, az épület relatíve új, van hozzá egy kültéri parkoló és egy 4 négyzetméteres tároló. Ezután a négyzetméter. Mennyi volt a négyzetméter? 37, emlékszem. 37. Én most közben rákeresek a térképen, mert még nem jártam erre. Ez a Gemini torony A és B épület van, 11-be adták át az épületet. Ilyen klinkertégás épület? Igen. Jó, azaz, akkor megvagyok. Oké. Köszönöm. Azt most én nagyon nem látom. Bambonával fönn a hegyen. Megmutattam, de... De akkor összeomlik a videós rendszer. Minden összeomlik, igen. Jó. Hát, Karcsi. Tudom, hogy nekem kell először árat mondani, mert ez még csak elképzelésem sincs. Igen. Hogy... Én adatbázis alapján 30 millió forintot látok erre a 37 négyzetméteres lakásra, ami 800-810 000 forintos négyzetméter árat jelöl. Szerintem Timi ennél többet fog mondani. Nem hiszem. Vagy igen? Annyival nem. Tehát én 900 jó indulat. Az új, amiatt, mivel hogy elég új, amiatt merem vállalni ezt, de amúgy nem. Igen, 11-ben van átadva az épület. Miklós? Én nagyon erősen gondolkozom. A ház a Google Map alapján remek. Tehát meg az egész környék, a környéket már jobban ismerem. Kültéri parkoló van, ezeket amúgy nehéz árazni ilyen szempontból. Van tároló hozzá, aztán ez megint pozitív. Erkély. Igen. Légkondi. Én megpróbálom. Nem tudom, nehéz kimondani, mert 1 millió tényleg nem. Inkább a 900 000-nél maradok. Bocsássam. Jó, tehát akkor az 34. Hát, igen, hány négyzetméter? 37. 34 négyzetméter körül. 34 millió forint per négyzetméter. 33-34. Ez lecsapom, itt a vége. Ez jó hírom szerintem. A fele tudja, lehet, hogy meg... Nem, Miklós pont a műsor végére bizonytalanodik el. Nem bizonytalanodunk el. Önmagában, igen. 40 millió. Jó, akkor kimondjuk ezt a 30... 900. Próbáljuk kötni magunk. Köszönöm szépen, hogy telefonált. Én köszönöm. Minden jó, tehát gyakorlatilag 1 percünk van, úgyhogy marad idő a búcsúzkodásra, Kvanta Tímeának és Roder Miklósnak a Lokálumtól, és Benedikt Károlynak a Dunahouse-tól. Köszönöm, hogy itt voltatok. Nagyon köszönjük. Köszönöm szépen a hallgatóknak, hogy ma is nagyon aktívak voltak. A szerkesztő Kamasz László volt, Kemény Dániel technikus kollégám, és Simon Erika kezelte a telefonokat. Kárpát Ivánt hallották, találkozunk egy hét múlva.